1500 vs 15.000 forintos vágás. Ebben a videóban át fogjuk azt beszélni, hogy mit, miért, mennyi pénzt tudsz elkérni. Vágás és vágás közt hatalmas különbség van. Nyilván be lehet menni egy boltba venni egy kiló húst 500 forintért, meg be lehet menni egy másik helyre szinte ugyanazt a húst 50.000 forintért. Itt is a minőséget, illetve a tapasztalatot kell megfizetni. De nyugi, amikor mi elkezdtünk videókat vágni, nekem az első munkám nyilván ingyen volt, utána szép 1000 forint, azt így szépen fel lehet magad skálázódni, de az elején arra fókuszálj, hogy legyen tapasztalatod, minél több videót vágjál meg, minél többször legyél a vágóprogramba, és úgy szépen tudsz majd az időddel együtt, ahogy a munkád fejlődik, árat emelni. Először arra fókuszálj, hogy minél több időt tölts el az alatt, hogy videókat vágsz, illetve tanulsz mások videójából, hogy ők hogyan csinálják. Arra fókuszálj, hogy legyen meg az első partnered, ne a pénzt nézz először. Ha először a pénzt nézed, akkor nagyon hamar meg fogsz bukni. Bárki bármit csinál, először mindig szerez tapasztalatot, tudást, és egy pici pénzt kapsz érte, akkor már jó vagy. Utána hidd el, nagyon gyorsan és nagyon kevés időn belül tudsz árat emelni, de lényeg, mindig arra törekedj, tudásod nőjön, mert ezzel együtt fog nőni a bankszámlád is. A videóvágás szerintem egy olyan szakma, ahol egy bizonyos szint után már nagyon nehéz skálázódni. A skálázódást az árban értem. Videóvágással úgy tudsz skálázódni, több pénzt keresni, hogy nem az árat emeled meg egy idő után, hanem a kapacitást növeled. Tehát 1500 forintos vágás. Amikor belebaszod a mesterséges intelligenciába, Submagicbe, a videóba, és szépen helyetted minden, berakja az emojikat, megírja a szöveget, és arra is lusta vagy, hogy a hibákat kijavítsd meg a tagolás. Rengeteg ilyen videóval találkozunk, akik ezért van pofájuk pénzt kérni. Nyilván aláírom, amikor van egy cég, és van 600 dolog mellette, és szeretnél valami videót csinálni, akkor jó, mert a semminél jobb. De ezzel akarsz foglalkozni, akkor ilyet nagy ki a kezedből, mert sajnos akkor csak ennyi pénzt fogsz keresni érte, és még ezért is sok. Ha valamiért pénzt kérsz, sokkal többet kell nyújtanod annál, akinek el a pénzt adja. Ugye itt lehet látni ezt a videót, először szeretnék kérni a hölgytől elnézést, nyilván nem az ő szakmája, de ezt ügynökség csinálja. Lehet látni, hogy egy nulla perc van ebbe beletéve, mint munka, bele van baszva a Submagicbe, automata lefelítozta, nem figyeltek a tagolásra, a színek össze-vissza váltakoznak, nincsen kizummolva. Erről a videóról ordít, hogy ebbe egy percnél több munkát nem fektettek bele. Egyszer piros a szín, egyszer zöld, semmiféle mozgás nincs benne. Ilyen munkát ne adj ki a kezedből, mert akkor ilyen számokkal fogsz dolgozni. Ezt a videót is meg lehet csinálni jobban, sőt minőségibben, de még egyszer mondom ezt, hogy belerakod egy programba, helyetted átírja, szövegezi, és még arra is lusra vagy, hibákat kijavíts, tagold, vagy a színeket megváltoztass, akkor nem lesz a jó videóvágó, szóval ne ilyen videókat akar megtanulni, hanem itt ezeket, amiket mi csinálunk, mert most ezt fogod megtanulni. Itt van ez a videó, ezt mi vágtuk meg, ebbe is a mesterséges AI segített, de nyilván egy szintig, utána ezt mi turboztuk fel. Ahogy mondtam, az előző videó kb. 5 perc munka volt, ez pedig több mint másfél óra, de nyugi, itt a számok is jóval magasabbak. Ugye lehet is látni, hogy sokkal jobban van tagolva a felirat, be van téve középre, a szín változik, különböző vágóképek vannak, és hogy a videó megyünk előre, rengeteg animáció van benne, forgatjuk a szöveget, akkor a szöveg mozog, néha beugrik, pop-up-ol, akkor vannak benne különböző animációs jelenetek. A lényeg az, hogy mindig kiemeljük benne azokat a dolgokat, amik fontosak. Egy jó videóvágó pontosan tudja azt, hogy a videóból mit kell kiemelni, melyek azok a dolgok, amik fontosabbak, hatnak a nézőre, mit kell súlykolni. Ehhez kell a tapasztalat. Egy jó videóvágó megérzi azt, amikor valami túl sok, illetve azt, amikor valami nagyon kevés. Az összhangon, illetve az egyensúlyon van a hangsúly. Ha túl sok, akkor a néző számára zavaró lett, mert olyan gyorsan történik minden, hogy fel se fogja, túl kevés, azzal meg az a baj, hogy az emberek tovább lapoznak, mivel magán a felvételen nem történik semmi. Fontos a vizuális, a képi világ, illetve az ilyen vágói pluszok, effektek, feliratok, animációk, különböző b-rollok, képek. Ezek a dolgok adják egyben a jó összképet. Nyilván ez nem az első videó után fog menni. Ugye lehet is látni a képernyőn, amikor mondja a srác narrálja alá a videókat, lehet látni Gergő, ki van emelve. A Gergő fehérrel körül van emelve, len van szövegbe, amiket mondunk,
felsorolunk, az is fent van más színnel, ami fontos. Mozognak a pop-upok, tehát egyszerre nagyon sok minden történik, de mégis összhangban jó ránézni, nem túl sok, és mindig tudja az ember, hogy mit, mikor kell nézni. Vágóképek jönnek, telibe hangeffektekkel, amit mesélünk alatta, arról jön a vágókép. Ehhez kell az idő, meg a tapasztalat, de nyugi, nagyon hamar el fogsz jutni erre a szintre, és ha ilyen videókat tudsz már vágni, akkor rengeteg pénzt fogsz keresni, kortól, nemtől, helytől függetlenül, és mi erre fogunk megtanítani. Ha továbbra is 1500 forintért szeretnél videót vágni, akkor ezt a videót ne nézd tovább. Ha pedig szeretnél ebből rengeteg pénzt keresni, egy olyan szakmát megtanulni, ami így megy felfelé, akkor jelentkezz fel a november 10-i ingyenes képzésre, ahol mindent megtanulsz, videót vágni, ügyfeleket szerezni, fájlokat menedzselni, minden olyan dolgot, ami ahhoz kell, hogy megtanulj olyan videót vágni, mint amit itt látsz, Manna ABC, Pücsi Zentrin, Meglepkék, és így tovább. Erre fogunk téged is megtanítani, teljes mértékben díjmentesen, kattints a videó alatti gombra, és jelentkezz fel november 10-ig. Siess, mert a helyek száma limitált, még egyszer mondom, minden info leírásba, és találkozunk november 10-én. Addig is nézd az ehhez hasonló videókat, mert rengeteg hasznos tippel fogunk jönni.